feketítő morajlásban a fekete eget a záporozó bombák keltette kapos eső kötötte össze a földdel. Így fogalmazott beszédében Juhász Csilla, a Dombóvári József Attila általános iskola pedagógusa. Dombóvárt 1944. június 30-án bombázták, erre minden évben megemlékeznek. Nem volt a célpontok között a város. Lengyelországba, a sziléziai bányákba kívántak menni a szövetséges gépek bombázni, de mert az időjárás ezt nem tette lehetővé, nem akarták elvesztegetni a tölteteket, és úgy döntöttek a vezetőik, hogy elszórják a Dél-Dunántúl vasúti célpontjaira. Így Újdombóváron is 75 tonnányi bombát szórtak el, és ez nagyon váratlanul érte a városrészt. Nagyon sok embert érintett közvetlenül, mert bár 12-en haltak meg ezen a napon, de nagyon sokan váltak hajléktalanná, és hát nagyon sokaknak a hozzátartozóikat érintette ez a tragikus esemény. Tehát ilyen módon ez a városrész történetének egy fekete napja. Azért fontos emlékezni a múltra, hogy figyelmeztessük a jövőt, fogalmazott a pedagógus. Nem azt látom, hogy rengeteget változott az emberiség hozzáállása a béke kérdéséhez, de úgy gondolom, hogy a megemlékezések valamennyire mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a szörnyűségeket nem kell megismételni. Az én édesapám is vasutas volt, ugye Dombóvár egy vasúti gócpont. Hát régen sokkal nagyobb forgalma volt a pályaudvarnak. Ezelőtt a bombázás előtti napon ünnepelték a vasutas telepnek a 25. évfordulóját, tehát 44-ben volt 25 éve, hogy egy úgymond vasutas telep itt létrejött. Ilyen módon azért a városrész lakóinak a többsége vasutas volt. Hát manapság azért ez már nem jellemző, de akkoriban, meg még nagyon sok évtizeden keresztül a vasút volt a fő megélhetési forrás, arról nem is beszélve, hogy valamennyire azért Dombóvárt jól bekapcsolt az ország gazdasági áramlásába, hogy ez egy ilyen vasúti központ volt. A tragédia 44-ben történt, manapság már egyre kevesebben vannak életben olyanok, akik felnőttként élték át a szörnyűséget. Igen, én úgy tudom, hogy legalábbis a hozzátartozóik, illetve akik akkor gyerekek voltak, vagy nagyon fiatalok, mert ilyen helytörténeti visszaemlékezésekben lehet olvasni valóban ennek a konkrét napnak a történetéről úgy, hogy élték meg, akik akkor éltek. Hát én magam sem éltem még akkor, mi több a szüleim is gyermekek voltak. Tulajdonképpen az, hogy mindössze 40 éve lehetett egyáltalán emléktáblát állítani a világháború áldozatainak, ez ugye egy tulajdonképpen politikai kérdés volt, úgyhogy 40 éve az, hogy az újdombóvári közösség ezt a falon lévő emléktáblát létrehozta, ez egy nagyon jelentős tett volt, és ezen minden olyan hősnek fönt van a neve, akik valamilyen szinten áldozatot hoztak a világháborúban. Ebben a hitben és reményben emlékezünk most az örök hazába elköltözött testvéreinkről. Csullag Gábor diakónus áldásával emlékezett meg az áldozatokra. Az esemény közös koszorúzással zárult.